Mindenkinek, sziasztok! Sziasztok, üdv mindenkinek! Üdv mindenkinek, aki itt van! Szerintem itt lesz a legjobb, a telefon ilyen. Ja, Robert, írj valamit, bármit! Már a mai menüpe írja, ja, mi még... Szia, Dr. H! Hello, hello! Nagyon jó, köszönöm szépen! Nos, a mai menü! Az egy érdekes dolog lesz. Roberttel gondolkoztunk azon, hogy valami olyat kéne főzni, ami már régen volt. Na erre kitaláltam azt, hogy akkor legyen már valami sütemény is, és mondta Robert, hogy fú, hát de akkor a streamelni kéne. Ha mondom, oké, akkor streameljük. Úgyhogy így van, tepsis burgonya lesz,
töltött csirkemellekkel, és Robert kérésére pesgő krémes sütemény. Mert hogy az olyan régen volt már. Nagyon régen, szerintem tavaly ilyenkor lehetett. Tavaly, igen. Sőt. Hanem nem is tudom, lehet, hogy még nincs egy éve, de már lassan egy éve, hogy nem volt. Úgyhogy pezsgő krémes süteményt fogunk készíteni, aminek elengedhetetlen alapanyaga. A pezsgő. Meg a krém. A pezsgő. Meg a cucc. Most az előző főzős műsorhoz képest annyi változott, hogy nem szénsavas üdítővel fogjuk csinálni, hanem szűrt szőlőlével. Mert ugye az a lényege, hogy ilyenkor mindig kiválasztunk egy olyan, tehát én ezt a receptet azt hiszem a múltkor is elmondtam, hogy én ezt 6 éven keresztül tökéletesítettem. Nem magáit a piskótájét, mert egy piskótát megcsinálni, jó, nekem az is ügyes bajos, hogy a piskóta fasza legyen, de a krém. Vanília pudinggal, nem az igazi. Ezért sok időbe telt, míg rátaláltam arra, hogy akkor legyen tejszínes, mert az egy semlegesebb ízvilágot képvisel, mint a vaníliás. Így is úgy is fog belekerülni vaníliacukor, de még mindig nem lesz olyan, annyira nagyon vaníliaszerű a krém, mint hogyha vanília pudingot alkalmazunk. Szia, Mr. Gabber! Hát, puszi neked! És hát jó. Úgyhogy úgy nagyjából ezek a dolgok lesznek, aminek most neki is kezdünk. Ezt ide letesszük egy picit. És közben kulturálszok, hogy mi hol van. Mert még bevásároltunk. Most kipróbálok valami újat. Most ilyen étbevonó lesz. Állítólag csak megmelegíted és kész. Hát nagyon kíváncsi leszek rá. És már itt előre beleerőszakoltam a sütőpapírt a tepsibe, amiben fogjuk csinálni a piskóta tésztát. És íme itt van a tejszínes pudingpor, amit használni fogunk. Igazából más gagyib pudingpor is teljesen megfelel, hiszen egy krémről beszélünk, nem egy pudingról. Tehát a krémet még így is úgy is turbózni fogjuk. És akkor elkezdem előkutyulni, hogy itt van. Van kamillatea. Van kamillatea. Porcukor az nagyon hátul van, az alsó porc leghátul, a list mögött. Ha azt keresed. Porcukor. Porcukor. Hogy ne kövöljön meg. Kövöljön. Ne kövöljön meg, jó. Ezt megaszontam. Nem baj, hozzá vagytok már úgyis szokva ahhoz, hogy mi van. Hol szukol? Szerintem kezdjük igazából magával a tesztával. És ugye kellett egy kicsit gondolkozni, hogy biztos, tehát én így egy pillanatra meghőköltem a mai ötlettől, hogy akkor ilyet süssünk, főzünk. Mert az a helyzet ugye, hogy mind a kettő egy olyan étel, ami sütőben fog elkészülni. Mind a kettő egy olyan étek, ami a sütőben fog elkészülni, de nem tart ez minket vissza. Jaj, meg a múltkoritól eltérően ennek a tésztájában most rakunk kandírozott narancshéjat. Ú, amitől kurva jó lesz. Meg a múltkor csináltam muffint, csak már akkor kezdett rajta mutatkozni a betegség előjelek, és feledékenységemben elfelejtettem bele sütőport tenni. Amiről aztán kiderült, hogy igazából nincs is itthon. Úgyhogy az érdekes lett. Szóval, Robert, hogy szól a recept? Szia, Phoenix! Hello! Hogy szól a recept? A recept az úgy szól, hogy a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét... Hány darab tojást fogok szétválasztani? 6 darabot. 6 darabot? Hát kurva anyukat akkor. De hány kiló liszthez írják ezt? 6 evőkanálhoz. 6 evőkanál liszthez? És az 4 adag piskóta. Milyen 4 adag? Ezt meg be fogom megsütni. Hát jó, hát na.
Jó, hát csinálj, hát nem értem, de nem baj. Csinálj négyből, akkor nézd, negyedeljük meg, hogy négy mindenből. Négy tojás, négy evőkanál liszt. Úgy sem akkora nagy a tepsi. Hát én nem tudom, legyen öt. Legyen öt. Krisza, ha a mai menü parancsot valaki begépeli, akkor mindjárt meglátjátok, hogy mi készül. És maga a tojás sárgáját, azt mikor fogom felhasználni? Hát a sárgáját kikevered a cukor felével, keményre vered a fehérjét, beleszórod a maradék cukrot. Mm-hmm. Tehát lényegében semmi olyan nem fog készülni most, amit eddig ne láttatok volna nálunk. Semmi olyan nem fog készülni. Majd amikor fel van verve a fehérje, majd akkor kell a sárgáját hozzáadni. Igen? Igen. A cukorra? Igen. Hát, na jó, legyen. Sütiből jöhet ide is, szinte a szomszédban vagyok, felugorhattok vele. Hát, Krisza! Én bármikor szívesen látlak, és ha most szinte a szomszédunkban vagy, akár felugorhatsz ide is. Még élőben úgysem találkoztunk, remélem, hogy ez fog változni. A kurva nyelvén nem tölti rendesen össze. Jaj, anyu! Ezek az apró dolgok azok, amivel egy férfit meg lehet tartani. Nagymamám mindig azt mondogatta, hogy roppant fontos dolgok miatt fog a férfi melletted maradni, mint például teli pocak, üres zacsi. És ezek nélkülözhetetlen, nagyon fontos dolgok. Ez a nyelv, úristen, itt. Nézzetek oda. Nem akarja az igazat. Ez eddig négy. Igen, ez eddig négy, és akkor öt. És ha jól emlékszem, kell egy pici só is majd a... Hát sót nem írnak cukrot, hat evőkanál cukrot, tehát azt írja, hogy a fehérjét kemény habbá verjük a... Jaj, anyu! Látjátok? Íme a frankendíjség. Mockosz kulva. Már így nem tudjuk felhasználni, baszki. Fú, micsoda pazarlás, ne nézzen ide, aki tudja csinálni az ilyen dolgokat. Csibém. Szapacs volt az élet. Veled szembe. Kihalásztuk belőle. Rühellem az ilyen dolgokat. Csirkeembriót köszönjük, nem kérünk. Nyom.
ki kellett volna keltetni. De persze. Tudod, milyen nehéz? Nekem még nem sikerült. Gyerekkoromban szórakoztam ilyennel. Hogy én azt hittem, hogy majd én csirketojást fogok keltetni. Nagyon jó. Tehát lényegében 6 tojást használtunk fel hozzá, vagyis hát nem. Várjál, hogy egyébként találtam itt egy jót, egy jobbat, amiben igen. Van kell tojáscukor, vaníliáscukor, liszt, sütőpor, só, vaj. Lehet, az jobb piskóta leszett, nem? Nem tudom. Szerintem csak akkor gyere már, nézzünk egy receptet, amit nem akarom, hogy... Nem akarom, hogy félre. Úgyis te leszel a hibás. De nem. Én nem akarok most felelősséget vállalni. Ha már kitaláltam egy pezsgőkrémes süteményt, akkor... Ez alapból a te hibád. De miért? Nem. De nem. De. Ez alapból a te hibád. Ó, mert tudtam én, hogy kéne még egy tál. Egy akármilyen. Egy bármilyen. Nem baj. Ó, látom a gulyásos tányérokat beraktad a tálalóba. A nem jó helyre. Jaj. Szörnyű. Hát figyelj, szörnyű, mert én nem vagyok 170 akár 20 centi, mint te. És nekem itt ezzel most meg kell szenvedni. De akár lehetné a hős lovag, aki jön. A gulyásos tányérok. Amik neked a helyre a másik szekrénybe. Jaj, édes jó Istenem! Szóval... Még egy gulyásos tenyér. Legjobb. Na. Szóval... Kezdik nem érteni körülöttem, hogy mind kuncogok. De nem, de igen. Hát igen, ez így szokott működni, hogy a sütés az egy csapatmunka. Amúgy. És de igen, csapatmunka. Szóval, erre nem lesz szükségünk, mert nem ezt fogjuk végül felhasználni. Majd erre lesz szükségünk. Ezt átobbítod egy kicsit? Mert szerintem az ott mosogatószer a szélén. Jaj. Figyelj Krisza, én mindig örülök annak, amikor így nektek tudok pár boldog pillanatot szerezni. Pedig én hót komolyan gondolom ezeket a dolgokat, amik itt éppen történnek. Én ezt halálosan komolyan gondolom. És gondoljatok bele, hogy mi így élünk. Napról napra. Napról napra hülyék vagyunk. De amúgy szeretek így élni. Tök jó. Legjobb dolog a világon. Majd ezt át is kéne törölni egy papírtörlővel, hogy ne legyen vizes. Nem rakunk extra folyadékot a süleménybe. Itt van a hatalmas, veszélyes fenovad. Szelektlányos, nagyon menő kavarom, ami, hát, hogy mondjam, tiszta kakaópor. Így van, csak így jó élni. Fapofával minek? Ennyi. Én például tegnap nem is nagyon értettem, tegnap este néztük Stradus barátunkat. És úgy nagyon nem értettem, amikor így mondta, hogy is volt? Hát ez az elkülönövés, hogy amit a néző lát, meg ami a magánéletedben vagy. És hogy biztos, hogy nálunk is szokott olyan lenni, amikor az egyikünk a másikunkat visszarántja a valóság talajára, hogy hát azért, na, nyugi.
És így mondtam Stradusnak, hogy nem, mi igazából csak vagyunk és létezünk. Na most hallgassatok egy kis zenét, én azt mondom. Kell-e mi? Várjál, most ez a fehérje? Ez a fehérje. Igen, visszatérünk. Egy kicsi sót kell hozzá. Aha, jó. Egy csipes só. Benne van. Masszert kivagyott. Jó, akkor ennyi. Akkor némi tolak, jó? Jó. Szerintem jó a hab. Teljesen jó a hab. Tehát ez a hab így jó. Faszat. Jó, szuper. Na és akkor mi volt a masszával? Most jön az, hogy a sárgáját cukorral, vaníliás cukorral habosra kevered. Habosra keverem? Igen. Cukorból azt mondtuk ugye, hogy 5... Habosra? Igen, habosra. Tehát 5 evőkanál cukor, egy csomag vaníliás cukor kell hozzá. Ötövő kanál cukor. Igaz? Ja. 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 De ezt már... Hogy gondolod? Mi az, hogy gondolom? Hát én nem tudom, hogy te ezt hogy gondolod. Hát úgy, hogy fogod a sárgáját, fogsz 5 evőkanál cukrot, egy csomag vaníliás cukrot, és azt habosra kevered. Nagyon jó. Szóval, most jön az 5 evőkanál cukor. 5 evőkanál, ja. De káról nincs itt a kávéfőző, tudnék rá pakolni. Szóval, 5 evőkanál cukré. Így van. Ha egy csomag vaníliás cukrot ír, akkor nagyjából ennek a fele fog nekem kelleni. Igen, nagyjából így. Így nép. Belerágtuk zsír. Cukor, 5 evőkanál. Így van. Ja. Egy. Kettő. Három. Négy. Szia, Tomaja! 5. 5 evőkanál cukré. Igen, habosra kevered. Habosra, keverőd. Habosra kevered, igen. Ó, ja. Habosra keverem.
Tehát bárki azt mondaná, én már félek, hogy vizes lesz a telefonom, nem félek. Mérsékeltem vízálló. Ez a legjobb benne. Szóval megint akkor habosra keverek. Jó lesz. Ja. Igen. Kapcsolhatod. Kézi abdarő. Erre gondoltam. Arra gondoltam. Hát ez nem jó. Hát dehogy nem jó. Hát nem jó. Hát tényleg jó. Nem jó, oda nézzél már. Jó lesz a... Dig. Hát ez nem habos. Dig. Hát erről beszélek, hogy hülye vagy. Szia, Rassiel. Szia, Rassiel. Szia, Bál. Hát verjed, hát nem... Mi az, hogy verjed? Gyere, én ezt verjed akkor, ha ilyen okos vagy. Én úgy verem, mint állat. Azaz, nyomjad neki. Verjed se. Na várjál, verem én. Olvassad tovább azt a kurva receptet. De miért nem verted hamosra, szívem? Azaz. Jó lesz az. A receptet nézed, már ne azt nézed, ahogy én verem, baszt. Na, az most majd a következő lépés, hogy a 5 evőkanál lisztet egy csomag sütőporral összekevered, és utána ezt óvatosan hozzáadagolod a felvert tojássárgájához. Habosra verem. Faszomat is. Faszomat is habosra verem. Kell neked ilyen fasságokat kitalálni, jaj, pezsgő krémes sütemény. Nincs is karácsony. Jó az, csak egy lapátszerű valamivel kever. Hallod, én nekem is ez járt a fejemben. Megfordult, doktor H. Szia, Mármalior! Verjed, Fedbi! Verem! Engem is mindjárt megver. Téged is mindjárt megvernek, megérdemelnéd. De nem igaz. Dehogy nem! De nem, hát én erre gondoltam. Hogy én erre gondoltam, azt mi vagyok én, baszod, az én gondolatolvasó? Ezzel szoktad általában. Mi az, hogy ezzel szoktam? Nem is szoktam! A fehérjét a géppel, a sárgáját meg kézzel. Le, mindjárt elvernek én egy géppel. Mindjárt visszanézzünk egy régebbi Frankenby konyhája volt, ahol csináltál a piskótás gecit. Ezt akkor megnézzük, hogy mivel leheted. Piskótás gecit. Ajátok a mai menő piskótás gecit. Ezt mikor tudom, hogy ez már elég fog? Hát mi verjed egy kicsit? Ó, hogy az apát faszálta. Mindkettőt géppel kell, és amikor összeforgatja az ember, akkor kell lágyan. Látod? Na igen. Látjátok? Ez az hiány vagyok a keverőedényeknek. De igen, ez a baj, hogy nincsen keverőedény. Akkor következő dolog, egyszer keverőedény. Piskótás geci a pátya szabolda. Jaj. Jó, hogy mind a ketten megfulladunk. Jó lesz ez. Már mindjárt fogom Robertot, azt megverem. Élő egyenesbe. Már megint rám fogjátok sütni, hogy egy agresszív köcsög vagyok, aki nem képes másra, csak arra, hogy a livestreamek közben Robertet veri. Igen.
Eddig nem igaz, mert most tojást verek habosra. Ha Robertot vajon sikerülne habosra verni ezzel? Engem csak laposra. Laposra? Úgy is van, baseball zütő, remélem. Baseball zütő, jaj. Úristen, remélem Bálint a pékeztem látja, és soha nem fog eljutni hozzá, hogy mi az, amit most a művel. A felett stream az új zsarolásodat. A felvett stream az új zsarolásodat. Hát a szívem, mert még mondtad most, hogy Szarusznak, hogy amúgy nem viselkedel másképpen kép, kamera előtt, dehogy nem, egy agresszív vadállat vagy. Kép, kamerán kívül meg... Én amúgy is egy agresszív vadállat vagyok. Én egy állat vagy az ágyban is. Dédelges és szeres. És etes meg. Etes meg, igen. Szerintem ez elég habos. Jó, akkor elég hab lesz, jó van. Igen, az etes a legfontosabb. Pontosan. Így van, az etes a legfontosabb része. A habot, a cukrot, a tojássárgelyes cukrot, a legjobb érzés lenyalni a telefonodról. Ezt véssétek az eszetekbe. Szia munkás! Mit főzünk? Pont azt, amit most Robert belinkelt. Belinkelt? Beparancsoltam. Beparancsolta. Na, most csinált ebből a történet. Várjál, mert a... Tudom, liszt. Liszt, így van. Komolyabb eszközök kellene ide. Viszont, hogyha csak a tevőkanál lisztet használunk, akkor én felhasználom a maradék lisztet. Jó, rendben. Az is ugyanilyen ez, úgyhogy nem is kell félnem attól, hogy másmilyen lenne. Hogy már nagyon az lett volna még a másik ötletem, hogy rakott zöld dobot csináljam, drágám. De hogy az is jó. Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. És egy ezé kell bele, ugye? Egy sütőpor. Így van, egy csomó sütőpor. Egy csomó sütőpor. Én füstölt ajtót és települ a sütőpor, mert füstölt. Mikor is szeres rakott tenni egy jövő... Ez ilyen... Valami... Nem tudom, egyébként én is gondban vagyok, amikor csináljuk azt a bokzöldséges csodát dénaiban. Nem tudom, azt minek lehet nevezni igazából. Mert az nem úgy kell elkészíteni, de mi úgy csináljuk. És ez tök jó. Edd meg jól. Vannak ilyen edd meg jól nevezetű dolgok. Alföldi finomságok, vagy nem tudom. Tehát, milyen alföld? De látjátok, már van szita. A szita fontos. Mert azzal így le tudod szitálni a lisztet, meg a mindent, és... Kicsit a másik irány... Úgy, nagyon jó. A csetbe tartottad. Annyi lisztet lélegeztem. Világon nincs ennyi liszt, mint amit én most belélegeztem. Nagyon jó. Benne van a sütőpor. Így van. De, tovább. És akkor ezt most... Várj te! Kell bele reszelni citromhajat. És akkor amit vettél, narancshéj, az mibe fog menni? Hát az is ebbe. Ó, bocsánat. Én kérlek elnézést. Hát figyelj, jobban is jársz. Jobban is jársz, ha bocsánatot kérsz. Ennyi.
kell. Jaj! Jaj! Azt a kurva eget, hogy Istenem, miért vertél meg engem egy 35 négyzetméteres konyhával? Még a 35 négyzetméteres lenne a konyha, igen. Igen, akkor jó lenne. Akkor jó lenne. Miért lettem én megverve egy ilyen pici lakással? Azért, mert az ingatlan árak elszálltak picsába. Amúgy, azért. Szóval, fogad a citromot, a Csernobilit. És reszeled. Mert ettől jó lesz. De jó lesz. De jó az éjjelka. Hát Mókás, mi már költöznénk szívesen egyébként nagyobbba. Ez is arról van szó, csak... Előtte még fogadatosítani kell pár dolgot. Igen. De ha egyszer én innen elköltözök, akkor kertes házam lesz. Az biztos. És jó lesz. Jó kis bográcsolós sarokkal. Simán. Szalonnál sütni, vagy ilyesmi. Azt majd fogjuk streamelni, amikor megcsinálom. A bográcsolókot. Nem, attól vagyunk olyan kisugárzóak, hogy a négyfél körül feküdtünk le aludni, és fél tízkor keltünk. Már a kétfélkor lefeküdt. Hát már. Én nekem még komoly csatáim voltak, én hajnal kettőkor feküdtem. Jaj, bocsánat. Hát nem kell bocsánatot kérni, ezért nem kell most kivételesen, de azok az én hadi kötelezettségeim voltak, amiket teljesítettem. Mondjuk a kurva életben nem tudtam tovább haladni a játékban, de nem baj. Még biztos furcsa lehet ilyenkor azoknak, akik nézik a streamünket, és ők tudják, hogy miről van szó, hogy milyen betegek vagyunk, és körülöttük, akik csak a reakciókat hallják, azoknak biztos furcsa lehet ez az egész. Amúgy. Na, benne van a citrónka. Fasza. Tam-tam-tam. Nem csak. Előbb házasság, tudod, ilyen dolgok. Nekünk 95 négyzetméteres a ház, de a konyhában így sem fér el semmi. Fú, hallod, hogyha én tehetem majd, ha én majd tehetem, akkor ez nálunk úgy lesz megoldva, hogy a konyha az legalább 15 négyzetméter legyen. Mert szerintem kell. Kell, mert fontos. Na és akkor beletesszük a kandírozott narancshajat is, mert a kandírozott narancshaj is fontos. Úristen, de jó az illata. Jézusom. Nagyon jó. Nagyon jó ez. Na és akkor most, most az fog történni, hogy óvatosan hozzáadagolod ezt a keveréket a felvert tojás sárgájához. És gondolom kevergeted közben, nyilván. Hát szerintem ez fordítva fog történni. Aha. Igen, ez fordítva fog történni. És kevergetni fogunk közben. Ja. Kell hozzá egy falkanál. Egy falkanál. Hát az lehet, hogy elhúzni, ugyanaz? Azt hiszem, hogy elmosogatok. Hát egyébként se férnénk el, én itt ülök a gép előtt, és zene, chat moderálás, ilyesmi. Receptolvasás. Ezeket tudom csinálni, meg hátulról beszélni.
Igen, ez a Yeti Blackoutnak a szuper képessége, hogy nagyon jól veszi a hangokat. Hát néha túlságosan is jól, de ja. Szia pasó! A vírusokat nem pihetünk bele, köszönjük. Ó, baszki! Az energiatakarékos kurva isten picsáljál! Igen! Várjatok! Most a jó. Remélem, hogy képbe van még a chat attól, hogy így fogta magát és átment energiatakarékosba. Mit ír tovább a recept? Hát, hogy majd utána ezt az egészet, ehhez az egészet óvatosan hozzáadod a habávert perspérjét. Azt nézd, hogy miért kell vele finomkodni? Miért kell vele finomkodni amúgy? Hát, mert hogy levegős legyen, hogy nem menjen ki belőle az oxigén. Hát, I'm sorry, oxigén, not included. Azaz. Ehhez jön hozzá a hab? Igen. Igen, pesgőkrémes süti leszel el. Szia! Na Robert! Na szívem! Segítesz nekem? Miben? Hát sziasztok! Robert vagyok, alig ismert streamer. El kéne kezdegetni a Robert, hogy nekem a cuccot. Ez a jó, hogyha ad adatom? Persze, hogy jó. Nem tudom, hogy így borzom, így jelmény. Adjad, azt majd lágyan, belekeverem. Jaj. Nem tudom, most fognak kiárkodni minket, hogy mi az, hogy volt merszünk összetörni a habot. Lágyan keverem. Lágyan az ucsony? Hát teljesen igen, visszaülepedett. Lágyan keverem. Képzett hentai szakértő. Hát ezt azért nem mondom. Micsoda? Képzett hentai szakértő. Kicsoda? Én. Te? Most YouTube elvárni. Hát, ha láttad a Nekopara végigjátszását? Még a harmadik része a lóvok, de majd azt is megoldjuk. A eszkosznak már megígértem. Hát, meg amúgy én nem számítok, de ja. Én is nagyon várom a Nekoparát. Hát, te is nagyon várod. Próbálok majd valamit kitalálni, kicsit felállom most a streamet. Még egy kis hangváltoztató szoftverrel vagy valami van. Na. Miért majd női hangod lesz, vagy mi? Nem, hát ilyen cicás valami, ahogy nem tudom.
Na ugye ott jó lenne használni megint a face-riget. Igen, face-riget. Na, majd meglátjuk. Ezekre már akkor nem lesz szükség, igaz? Nem, azokra már nem lesz szükség. De most itt az van, hogy lágyan keverünk. Lágyan keverünk. Lágyan keverünk. Ugye milyen jó az illatja? Ez jó lenne a hálóga is. Azért, mert lágy és habos. Még nem vagyok a férje ellen egyébként. Így van, még nem a férjem. Csak a vőlegénye. Még az egy picit odébb van. De jelenleg gettóházasságban élünk, közös a kassza. Így van. És együtt lakunk. Szóval jelenleg, mutatom az állást, hogy ez hogy néz ki jelenleg. Jelenleg így alakulunk. Látszik? Látszik. És nagyon jó az illata. Már most. Nem? Jó, citromkás. Begyújtod, légy szíves, a sütőt? Inkább a fire-t, igen. Inkább a fire-t, légy szíves. Amúgy engem nem érdekel, hogy ismert vagyok-e vagy sem. Nekem az érdekel, hogy azok, akik mégis itt vannak, azok jól érezzék magukat általában. Valamennyire. Azt, hogy Robert hogy érzi magát közben, az már nem érdekel. Erre mondhatnám, hogy a nap legtöbb részében jól érzem magam, de ez alól kivétel a streamer is. Na! Amúgy tök érdekes, hogy a szomszéd abba hagyta a fúrást pont akkor, amikor elkezdtük a streamet. Lehet, hogy ő is minket néz. Úgyhogy ki is veszem. A fúrás el sem ment? A címből, a szomszéd megint fúr. Na, így néz ki. Teljesen jó amúgy.
akkor mit ír, hogy mennyit sütjük? Hát előmelegít a sütő 15 perc. Hát nincs előmelegít. Legyen 20. Legyen 20. Legyen 20. Ha most van 21, akkor 40 körül elnézünk. Akkor most jön a legjobbik része, amikor is fogjuk kedvenc kis tálamat, kedvenc kis edényemet. Meg oda jó van inni való. Ami fontos. Azok ezek. Ez is rohadt mód fontos. Ledobott engem a cset? Nem. Nekem az az utolsó, hogy Rassiel írt, hogy az a legjobb. Nekem is. Jó. Akkor megy még a stream? Megy. Jó. Szóval. Megy, mert azon keresztül nézlek, tehát. Mivel majd ez úgy történik, hogy ezt nekünk ki kell keverni. Ugye a pudingot általában fél literben keverjük ki. Minden rendben megy. Nem örülök. Csak annyira csendben vagytok. Nagyon-nagyon csendben. Itt van velem szemben a cset, úgyhogy nyugodtan írjatok. Tudok reagálni időben. Mindenki a nyálát nyeli. Ajaj. Ezért csak nem. Szóval általában fél liter folyadékban kell kifőzni a pudingot. Ez azt jelenti nekünk, hogy 2,5 deci pezsgőhöz fogunk hozzáadni 2,5 deci szőlőlevet. Azt imitálom közben, hogy dolgozom, vagy mi. Oh. Íme, itt a 2,5 deci pezsgő. Beleöntjük ebbe. Ebbe az a legjobb, hogy ezt már nem lehet visszadugaszolni. Úgyhogy Robert. Hát, feláldozom magam. Egészségedre. Megszabadítjuk már. Borzalom. Mint a Deutsche Punk. A mérő pohárban nem olyan szép. Dehogy nem. Roppant mód szép. Robert, egészségedre. Hát csak annyit. Jó. Hát egyelőre elég. Ja, jó. Okay. Aztán majd itt van még, nem tudom, hogy nem látok bele, hogy mennyi van benne.
egészségedre. Egészségedre, Robert. Úristen, ez a pezsgőkrém, ez rohadt finom lesz. Ez nagyon jó. Ezt írjad felfele, hogy BB aranyküvé. Köszönjük szépen, Gracia. Kimértük a 2,5 decit. A szőlőlényből is. Ami fontos. És ez itt van. Ebből nem fogom most rögtön az egészet beleönteni. Nagyjából meghagyok egy ilyen 1,5 decit. Mert ebben fogjuk kikutyulni a tejszínes pudingot benne. Amúgy tény és való, hogy ez, hogyha mondjuk ünnepek vannak, vagy bármi olyasmi van, akkor ez kibaszott jó tud lenni, egy ilyen pezsgőkrémes süti. De hogyha csak meg akarjátok lepni életetek párját valamivel, akkor is kibaszott jó tud lenni. És akkor itt ugye alapból csomómentesre kutyuljuk a cuccot. Ami meg is történt. És most begyújtjuk a Valhalla lángjait. És elkezdjük felforralni a pezsgőt a szőlőlével. Amiben ilyenkor fogjuk és belerakjuk a kristály alapú vaníliás cukrot. Egy. Kettő. Három. Teljesen jó. Mert ugye ez így nem lesz recsegős ropogós a krémben, mikor eszed a süteményt. Ugye magának az alkoholnak, meg az üdítőnek más a forrási pontja, mint a tejnek. Úgyhogy ezzel tényleg oda kell figyelni, hogy mikor, hogyan kevered dolgokat. De hogyha az ember begyakorolja, akkor utána semmi probléma nem lehet vele.
Szia, Lásli, hello, hello! Ó, Robert, mondd meg neked, én is üdvözlöm. Nem tudom, hogy csak hang nincs, vagy kép van. Nem tudom, mennyi látszik így abból, amit itt éppen csinálok. Látszik egy kicsit. Ó, de finom az illata. Ugye az alkohol amúgy is kipárolok belőle. Nyilván ugye kérdés az, hogy akkor miért használok mégis pezsgőt a pezsgőkrémbe. Azért, mert jó. Teljesen más az íze. Ha igazi pezsgőt teszel bele, mint akkor, hogyha mondjuk tényleg szőlőléből csinálod, vagy márkakólából, teljesen más. Egy erőteljesebb íze van a pezsgőnek. Amit aztán meglágyítunk némi margarinnal, ugye amikor krémet készítünk belőle. Na, elkezdett olyan keverési állagot felvenni, ami erre nekünk szükségünk lesz. Rendben, Lasli, szia, jó munkát! Koncentráljunk. És ugye akkor kezdjük el gyorsabban kavarni, amikor elkezd ilyen furcsa hangokat kiadni a cucc. Mikor most már tényleg elérte azt az állapotot, hogy pudingra lehet nevezni. Most már, hogy olyan, mint a takony, vagy mint a csiríz, vagy a ragasztó, nem is tudom, nem technopol, hanem mi az a másik, enyv. Most már, hogy olyan, mint az enyv, most már azt mondom, hogy ez így nekünk jó lesz. Mm-hmm. Ez így most már nekünk jó lesz. Mm-hmm. Faszányos. Na! Most várnunk kell, amíg hűl magának. Tehát majd úgyis fogjuk meg vajjal cukorral keverni. Eközben ezt így félretesszük. És neki kezdünk előkészülni a másik éteknek.
ami egy fokkal egyszerűbb lesz. Viszont nekem ahhoz szükségem lesz a zöld tálkámra. Robert. És nem hiszem el, még mindig maradt ebből a megkezdett vaníliás cukorból is. El se rakom, mert lehet, hogy lesz rá szükségünk. Még a lisztből is maradt, pedig direkt úgy vettem, hogy jó legyen. Amikor olyan, mint a takony, akkor jó. Hát ennyi. Ennyi. Pro tippek, Bita. Igazából ebből két tojás fog nekünk kelleni, úgyhogy csak annyit fogok itt hagyni. Itt az élő levegyem a jeggyűrűmet. Most jön az a része, ami egy kicsit maszatosabb lesz. Nos. Hát hol is kezdjük? Kezdjük a krumpli puszalással? Kezdhetjük azzal is végül is. Kell majd nekünk a jélai. Mert a jénai fontos. Igen, ez egy másik dolog, hogy mivel nem csak keverő tálak híján vagyok, hanem egyéb más eszközöknek a híján is. Így ez az étek most jénaiban lesz elkészítve. Amit Robert nagyon gondosan átöblített nekünk, úgyhogy nem lesz vele probléma. Meddig kell bent lennie? Mindjárt le fog járni szerintem a timer. Hát szerintem most nem nézhetsz egyébként. Jó, remélem nincs nyitva ablak. Akkor becsukom. Ó, oh, wow. Nem, ez még nem jó. Még nem jó. Mennyi? Hát még trutykos. Akkor még 10 perc? Hát nem tudom, már nézegetjük közben, jó? Jó. Egy 5 percet beállítottam. Jó. Hogy emlékeztessem. Rendben. Legyen akkor úgy. Szóval hozzuk a kis krumplinkat. Eresztünk neki némi vizet. Emberek ablakot nyitni, de amúgy így nagyon gyorsan elkezdett felmelegedni. Jó, nyugodtan nyisd ki az ablakot, majd szólok, amikor be kell zárni. Jó. Azért kell bezárni nálunk az ablakot, mert sajnos érzékeny a sütő, és ha húzatot érez, akkor kikapcsol. Fogja magát és kikapcsol. Nem úgy kikapcsol, hanem kialszik a láng. Hát igen, mivel hogy van a csap alatt egy hatalmas nagy lyuk, úgyhogy gyakorlatilag állandó húzat van. Igen. Úgyhogy itt nincs akkora probléma a szellőztetéssel, mert azon mindenki megy. Így van. Kezdjétek el, most elkezdtünk Roberttel nézni egy érdekes sorozatot, nevezzük sorozatnak. Na jó, igazából anime. És én most szembesültem azzal, hogy igazából a burgonya az mérgező növény. Én teljesen meg vagyok döbbenve. Én nem tudtam. Én eddig úgy éltem az életemet, hogy nem tudtam, hogy a burgonya az egy mérgező növény.
kezdjétek el, Robert meg tudta. De pont, hogy a termését esszük. Termését esszük, akkor, akkor igazán mérgező, mivel ugye a tárolásától függ, tehát hogyha a napton elzártan tartjuk, akár egy évig is képes elállni a burgonya jó tárolási körülmények között. Viszont, hogyha elkezd csírázni, onnantól kezdve mérgezővé válik. És én kíváncsi lennék arra, hogy az oroszok vajon akkor főznek-e belőle vodkát, amikor még nem mérgező annyira, vagy amikor már mérgező. Hogy vajon úgy ütősebb vodkát kapunk-e. Igen, Solantin, ez nem jutott eszembe. Benne van a nevében is egyébként, hogy napfény hatására termelődik. Ugye Sol. Solar. És az, ez az anyag az, ami nagy mennyiségben, tehát tényleg mondjuk ipari mennyiségben kellene ahhoz krumpli tenni. Tehát ilyen több kilóról van szó, de mérgező. Tehát mérgező. Gombolyát fogyasztjuk, de most elbizonytalanítok fel egyébként. Hát de a burgonyának amúgy is burgonya a termése. Most ez furi, mert én már láttam burgonyát. Kapáltam is burgonyát, figyeltem. Hát igen, mégis a termése maga az, ami ugye a virágból lesz, és abban vannak a magok. Valójában nem azt tesszük, hanem a gumóját tesszük, ami a gyökerén van. Ugye ebből igaz? Ja. Igen? Igen, a kicsi zöld golyóskák azok a termései valóban. Hát azok mire jók? Hát lehet szaporítani, nem tudom. De mondjuk izéről is tudsz, gumóról is tudsz. Gumóról is tudsz. Sőt, gumóról úgy is tudsz, hogy igazából ebből a 2-4-6-7 darab burgonyából legalább 14-et el tudnék ültetni. Oké. Okay. Lejárt az időzítő. Igen. Ablak. Köszönöm. Hát fölének biztos nem használjuk, igen. Béna vagy az ilyen hámozóval? Ez hogy lehetséges? Aha. Oh. Ez én voltam. Ja. Megmutatom a végeredményt. Na. Már jó is. Aha, most már jó. Na. És most megmutatásra kerül. Csak ugye várni kell egy picit, amíg el lehet vele kezdeni dolgozni. Mert ez most kibaszott forró. Jesus. Wow. Oh wow. Nagyon jól néz ki. Így van. Ez nagyon jól néz ki.
Szerintem hagyjam bent, ne essen össze. Nem tudom. Nem tudom. Ki mit mond? Ez már igen. Ilyen jól még sose sikerült. Pedig agresszívan bentem vele. Na mindegy, akkor így hagyjuk. De amúgy szerintem a recept is azt írta, igen, a recept is azt írta, hogy a sütőben kell hagyni hűvelni. Akkor így hagyjuk, nyitott sütőajtóval, félig nyitott sütőajtóval, hogy jó legyen. Fordítva van a penge, nincs is fordítva a penge benne. Van az Y, meg van ami ilyen hosszabb. De egyébként az pont múltkor néztünk videót, hogy a kettő az nem is feltétlen jó mindegyik hámozásra. Azt hiszem talán ami hosszúkás, az inkább a sárgalépához meg ilyenekhez van. Ez az Y alakul, ez meg pont a krumplihoz. Nem tudom, én sárgalépát is szoktam ezzel pucolni. Na egyébként működik. Én egy pár éve szerettem meg amúgy. Régen én is mindig késsel csináltam. Aztán rájöttem, hogy ha az ember olyan minőségű krumplit vásárol, akkor igazából ezzel is nagyon jól lehet haladni. Tehát így tök menő. Amúgy nagyjából késsel is ugyanez az eredmény, amit tudok produkálni, ilyen vékonyan, csak sokkal hosszabb idő alatt. És nálatok munka van ez erre? Vagy ki az, aki otthon van és esetleg ő is főzőcskéz, vagy éppen kajára? Ja, igen, mert ugye most mi ilyen szabadságon vagyunk. Igen. Milyen jó az, hogy a szabadság nagy részét betegen töltöttük, de hát... Hát igen. Igen. Az egy extra jó dolog volt. Mindent egybevéve. Fantasztikus egy élmény volt. Ja nem. Csináljunk ilyet máskor is. Ja nem. Mármint miről beszélünk? Mire gondolunk? Hát, hogy betegség. Vagy szabadság alatt betegnek lenni. A legjobb. Hát ez az, hogy igazából sajnos nem a legjobb. Igen. Mert ugye, hogyha nem vagy beteg, akkor elpazarékolod a beteg szabadságidődet arra, hogy te azt kamuzod, hogy beteg vagy. Aztán amikor beteg vagy, akkor meg már fájt. Meg ki hiszi el már, hogy beteg vagy. Viszont amikor egyszer meg tényleg az van, hogy beteg vagy, akkor amit azokkal az emberekkel töltenél idő, akiket szeretsz, akikkel jól érzed magad, meg hasonlók, hát az mérséklődik. És igazából az utadat állja, ami ugye annyira nem fasza. Én most az itthoni munkákat csinálom, aztán megyek vezetni. Az eső miatt most nem tudunk a tetőn dolgozni. Hát igen, az eső az egy szemét dolog. Nálunk is eseget most. Na most nem. De most is eseget. Most is? Most is. Azért tudom, mert én vagyok kettőnk közül, aki cigizik, és nekem esik a szemembe az eső, mikor cigizek. Na, most elég őszépen kitisztult az ég, hogy kéne esegetni. Jó. Kérlek, nagyon örülök. Krisza azt kérdezi, hogy mi? Van olyan, hogy Szabi betegség nélkül? Néha előfordul, igen. Igen, ugye pont a múltkor beszélgettünk arról, Robert, hogy baszki, már egy közel egy éve nem voltunk betegek. Azt erre ne. Új lerobbantunk mind a ketten. Hello! Hello! Nem energiatakarékos?
Kurva nyelv. Istenem, ez a telefon ki fog készíteni. Valaki, bárki, akinek Apple-je van, mondja meg nekem, hogy ezt valahogy ki lehet benne kapcsolni. Ne akarom mindenféleképpen energiát. Takarékoskodni, mit mondtam neked? Én biztos, hozzáérek, azt erre elsötétedik. Mit képzeled? Hogy biztos, hogy van olyan alkalmazás, ami állandóan ébren tartja ezért a képernyőt. Hát de a Twitch-nek is jól kéne. Igen, Twitch-nek is kéne. Azt vettem észre, gyerekek, hogy nézem Stradust, vagy nézem Amont, és fogja magát a telefon, a chat megy, beszélgetek, és egyszer csak azt veszem észre, hogy jaj, amúgy a közvetítés az áll. Mert ő energiatakarékos, és ő átkapcsol olyan módon, hogy csak chat van. És itt... Mi a fasz? Csak így nézek, hogy... Hát oké. Legyen. Nyilván mindenkinek az fáj, ami a leggyengébb, neki az akkumulátor ideje. Szia, Maru! Jaj, Phoenix, sajnálom. Igen, vállalkozónak lenni ezért egy kicsit másabb. De ugyanakkor meg akkor van szabadságod, amikor akarod. Csak az egy olyan szintet el kell érni. Lehet, hogy azért próbál ő pihenő módba lépni, mert nem annyira aktív a chat? Elképzelhető egyébként, igen. Jó gyerekek, javítani kell. Javítani kell a chatnek a rátáján. Hát az a szint még kicsit odébb van, de igyekszem. Egyszer szívesen kipróbálnám az iOS-t. De az ilyen apróságok mindig visszatartanak, nekem csak egy sima beállítás, a maradj ébre mindig. Így van. Amúgy alapvetően én nagyon szkeptikus voltam az iOS-szel szemben, viszont amennyire szkeptikus voltam, annyira meg is szerettem. Nekem nagyon, nagyon tetszik. Igaz, hogy vannak dolgok, ami felett nem tudok napirendi pontra térni. De nem mondom azt, hogy nincsenek olyan dolgai, amivel nem tudnak elpótolni. Viszont például az tény, hogy a kifejezetten hatalmas nagy biztonság és védelem miatt, amit kialakított az iOS, rengeteg féle fajta visszaélés van a telefonokkal. Tehát nem egy olyan hirdetést láthattok, hogyha felmentek mondjuk egy Facebookra, és akkor ott vannak ilyen adok-veszek csoportok. Nem egy olyan hirdetést láthattok, hogy cserélni szeretném, mit tudom én, iPhone akármimet, Samsung Galaxy S akármire, és legyen az egy S7 Edge, vagy egy akármi. Te nagy boldogan mész elcseréled, és aztán egy pár nap múlva, hogyha olyan az ember, akivel cserélte, jön a rendőrség, hogy hát hello, hát bemértük, hát ez egy lopott telefon, és akkor ott vagy, hogy oké, hogy nem fizettél a másikért semmit, mert ez egy olyan készülék volt, hogy. De ugyanott vagy, hogy a másik készüléked nincs, tehát mínuszban vagy. Rengeteg az ilyen visszaélés, sajnos egyre több ilyet olvasok.
Igen. Igen, ez a hatalmas nagy probléma. Szintén, hogy rengeteg ilyet látni. Nyilván nem lehetetlen róla az iCloud zárat levenni. Nyilván nem. Csak az egy kellemetlen érzés, mikor utána megjelenik a rendőrség az ajtóba, és azt mondja, hogy jaj, hát ez egy lapott telefon. Legalábbis számomra kibaszott kellemetlen lenne. Így van. Ebből a szempontból egy remek eszköz. Csili paprika. Mondom, ez kell én nekem. Csili paprika. Bors kell. De mondjuk komolyan elgondolkodtam azon a Chili Mix megvásárláson, csak szerintem életünket is, életünkért küzdenénk egy olyan megevése után, hogy beleraknánk. De az biztos nem olyan Chili Mix. Arra van, hogy ledaráld. Igen. És néha a húslevesbe vasárnap beleszól egy keveset. Az igazából arra van. Én is most tervezem a váltást S9 Plus-ról iPhone 11 Pro Max-ra. Jól jársz vele, mert annak van a legnagyobb akkumulátor ideje. De az a helyzet, hogy a vízállósága az nem lesz olyan jó, mint az S9-ednek volt. Az S9 Plus-nak. Igazából például a tárhelybővítés is. Mondjuk, hogyha még nem is egy Pro Max-ot veszel, de abból is ugye vannak olyanok, hogy nem feltétlenül olyan extra hatalmas nagy tárhelyjel, amire nem kell 6 milliókat ráfizetni. Bár igaz, azt egyszer megveszed és ott van, de nem tudom, ezt kicsit számolni kéne, hogy mennyire éri az meg, hogy egy hónapra fizetsz mondjuk 200 gigás tárhelyért 900 forintot, mert akkor az 10 hónapra már 9000 forint, 20 hónapra 18, és ha nagyjából ha úgy használod a telefonodat, hogy tisztában vagy azzal, hogy egy olyan 2-3 évente cseréled, akkor arra 200 gigára havonta mármint így 20 hónapra kiadtál 18-at, 30 hónapra legyen akkor 27 000, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nagyon picivel fogsz olcsóbban kijönni, mint hogyha alapból azt veszed meg, aminek a belső tárhelye nagyobb. Nagyon-nagyon picivel. Most már annak se jó a vízállósága, mert 6-szor esett le a tetőről, és a 6-nál repett meg a kijelzője. Hát sajnálom, de nyilván kiszolgálta az idejét. Tehát nem sajnáltad, és kiszolgálta, ami benne rejlett. Erre ezt tudom mondani neked. Igazából. Nem para ez rajta. De nyilván, hogyha ilyen készülékre szeretnél váltani, nem tudom, hogy szolgáltatótól szeretnéd elhozni, vagy
vagy máshonnan szeretnéd megvásárolni, igazából egyik készülékkel sem fogsz rosszul járni. Se egy Samsunggal nem fogsz, egy S10-zel, vagy egy, ha Note 9-et veszel, ha Note 9-et veszel, azzal sem fogsz rosszul járni. De hogyha egy iPhone 11 Pro Max-ot írtál, azt hiszem, azt igen, a nagyobbat, azzal sem fogsz rosszul járni. Mindegyik kiváló készülék. Tehát ebben az árkategóriában már nem tudsz mellélőni, csak akkor, ha Nokia-t veszel, mondjuk egy Sirocco-t vagy valami. Hogy igen, azt hiszem, nekem is most ugye a Huawei P30-on és ennek is azt hiszem 128 giga tárhelye és rengeteg. Tehát ez szerintem most ilyen pillanatban kb. Az 5%-át használom, de mindjárt megnézem. Úgy, hogy egyébként a legjobb minőségben veszem fel a képeket, és még néha RAW fotókat is rögök. Aha, full SSD-nél. A 28 gigát használok jelen pillanatban. Ajajaj! Csak. Most a jó. Még van 2,6 gigányi videó. Ez hogy a fazda? Nem tudom. Szia, Darius GG! Hello, hello! Nem tudom, hogy az hogy lehet neked. Na, akkor én most azt találtam ki, hogy a csirkemelleket azt úgy fogjuk megtölteni. Igazából. Hogy tőtikével. Hát Robert el volt kicsit csodálkozva, hogy miért töltikével, és akkor miért nem izével töltöm. Vagyis töltikével, hogy akkor miért nem izét töltök. Mi a fene az? Combot. Combot. Hát mondtam neki, hogy már nincsen kedvem combozni. Ilyen egyszerű az egész történet. Ez egy olyan dologgal lesz megtöltve, hogy fogom a két kis zsamét. Megáztatjuk. Mivel nem annyira régiek, azért nem kell sokat áztatni. Rendben, Phoenix, jó vezetést, szia, légy jó! Combot rumos megbefőtte jó tölteni a bőre alatt. A legelső dolog volt, amit csináltam, de egy tejbe grisz kifogna rajtam. Wow! Hát figyelj, a tejbe grisz a sok minden gyűnkönkön kifogna. Rajtam is többek között. Vagyis bocs, nem. A tejbe is. Rajtam azt fognak ki, hatalmas erőkkel. Nem, a tőtike az nem olyan. A tőtike az így van, hogy van egy kenyérkénk, vagy egy izénk, egy bármink, egy akármink. Zsömlénk, kiflink, valami szárazom, amit így fogsz, és úgy gondolod, hogy az neked jó lesz hozzá. Ugye elméletileg ezek abból indultak ki, hogy az embereknek miből volt sok otthon, amit éppen nem használtak már fel, vagy nem tudtak volna úgy már felhasználni, mint eredetileg tervezték. És
Ezek a kaják innen indultak ki. Aztán ugye sokan mind a mai napig roppant mód, nagyon szeretjük őket. Annak ellenére, hogy mondjuk látszott az, hogy friss volt a zsemle, mert nem kellett sokat áztatni ahhoz, hogy így tudjak vele dolgozni. Ez nem is arról szól. Furcsa belegondolni, hogy milyen kreatívak voltak annó az emberek, hogy ilyen remek étkeket kitaláltak azzal a kicsivel, azzal a kevéssel, ami rendelkezésükre állt. Szerintem ez egy roppant figyelemre méltó és tiszteletre méltó dolog. Szakács vagy, de nem is olyan, Balú. Nem is olyan, miért mondod? Ez nem olyan. Nem mondj ilyeneket. Nem tudom, mennyire látszik az, amit csinálok. Miért szakács vagyok? Hát de gondolom te nem tájételekre vagy specializálódva. Tehát nem a... hogy is hívják ezt? Robert! Mi a fasz csinálsz, hogy csendben vagy? Hogy hívják azt a lófaszt? Micsoda? Mi a lófaszt? A lófaszt? Hát tudod, hogy azért... Hát, hogy a tájszólás az lényegében dialektika. Igen. A kajára mit szoktak mondani? A táj differenciált kajákra? Arra szoktak valamit mondani? Aha. Most nem tudom, mire gondolsz. Illetve tudom, hogy mire gondolsz, csak nem hiszem, hogy annak van külön neve. Nem tudom. Itt van a nyelvem helyén, nem tudom kimondani. Szabolcsi. Igen, Szabolcsi. Roppant mód örülök. Látszik rajta. Most mit mondjak? Az a lényeg, hogy finom legyen. Így van. A többi nem számít. De amúgy érdekes. És vajon a szabolcsiaknak ezt kimutatta? Hát szerintem csak jött magától, hogy hát nem volt káposztalója, akkor próbálkozunk valami másba. És gondolom addig próbálgatják, amíg ki nem. Hát de ez nem olyan. Hát de olyan. Ez teljesen más töltik el. Hát ne hülyeskedj már, hülye vagy. Jelen állapotodban. Most azt a töltikét mondod, amit te elkutyolgatsz? Igen! Hát azt szerintem szakács találtak ki.
Szőlőlevél. De hát ti még mindig azért beszéltek a húsos lófaszról. Itt egy teljesen más jellegű kenyérételről van szó. Balú, maradjunk annyiban, hogy mi a szabolcsi töltikéről beszéltünk, de Bi a töltelékről beszél. Nem, mert ti a töltikéről beszéltetek, de én pedig amit itt nevet, tehát mi a káposztában van töltelék, gombóc. Húsgombóc, töltelék, beletöltötte. Igen. Na már most a töltike az nem feltétlenül van beletöltve bármibe is. Tehát húsleves mellé például fogod, ezt belerakod egy zacskóba, és megfőzöd a húslevesben. És mindenfélét lehet belerakni, májat, gombát, én most hagymát raktam bele, és ha Robert ide hozza még ma a békönt, akkor békönt is fogok beletenni. De egyébként az érdekes, mert a... Zöld paradicsomos lecsó, wow! Azt nézem most interneten, azt írják. Háborús étel, nem igazán volt idő megvárni, amíg érik. Egy 80 kilós nénikétől tanultuk. 80 pluszos, bocsánat. 80 kilós. 80 pluszos nénikétől tanultuk. De jó pofa, érdekes. Mondtam. Szabi? Jó fokanyás. Jöjjel kell a poskerőt. Nem kell, az egész. Nagyon jó jelvel akkor. Jöjj. Rossz szárva. Lehet. Na szóval a interneten azt láttam, hogy úgy, van a töltike, amit te mondasz, meg van a töltike levélben, és az más. Tehát az úgy két külön. Csak a rövidítve mind a kettőt töltikének nevezik. Tehát azok az most problémát. Kell még? Kell még? Nem tudom, szerintem. Még egy piszkét rakjuk be. Vagy ilyen jó bakonos. Török szokás volt, elég sokáig török fennhatóság alatt volt Szabolcs megye is, így maradt rajtuk. Igen, most akkor ezt a mondatot itt megbeszéltük. De ez nem húsgombóc, ennek semmi köze a húshoz, ebben nem raksz húst. Ez kenyérből van. Főleg kenyérből és tojásból. Hát Balú, hát neked tudni kéne, hát tudod, amit a töltött húsba raksz, töltike. Na, érted? A másik fajta töltike. Másik fajta. Ami most itt nálunk így néz ki. Na, nem is tudom, hogy hogyan kellene most. Ó, bazd meg, összeesett. Kinyitottuk az ablakot. Na nézzük. Szóval... ez még mindjárt jó lesz az. Kell a csirkemell, amit Robert valahova eltett. Bent van a hűtőben. Nem baj! De baj! Hogy ne lenne baj? Minden baj. Egyértelműen baj. És akkor fogjuk. És vágunk bele zsebet. Teljesen jó.
zsebben megvan. Jön a következő. Hát mi másba menne a hús? Ha nem húsba. Mi másba menne a hús? Jaj. Lehet, hogy most ütközött ki a kajakóma szerintem, vagy nem tudom. Nem, mert is se tudtál beszélni. Azt mondtad, hogy fáradt vagy. Egyértelmű, hogy nyomásba kerülhetne a töltelék, mint húsba. Van egy cica faroka a képben. Hime egyből. Eddig itt aludt mellettem a székben, és meghallotta, hogy, vagy megérezte a húst, vagy nem tudom, meghallotta, hogy csinálod a húst, és egyből bespúli a konyhába. Hát ez így van, annak így kell történnie, ő egy macska. Egyedül Dagi cicám volt nekem olyan, hogy ő mellette tölthette a hurkát, kolbászt, leszarta, aludt. Oké, csináljátok meg, majd ha készen vagytok, szóljatok. Olyan volt. Ki anyának a jó cicája? Képes ezt a kis darabot is harsogni, amit adtam neki. Hát nem arról volt szó, hogy az egész életemet odaadom néked. Cilla. Majd akkor kapja meg, ha készen van. Így van. Ez így lesz az igazi. Persze, hogy csóválom a parkban, mi? Hime is szokta. Pedig nem kutya. Nagyon jó. Szuper. Remek. Jött az a része, hogy befűszerezzük a húst. Kávé az nem teljes értékű macska kaja, hogy mi? Jajaj! Hát nálunk Hime nem szereti a kávét, úgyhogy hál' Istennek ezzel nincsen problémánk. De még ilyet nem hallottam. Tényleg szereti a cicátok a kávét? Vagy ez most hogy mi? Nem tudom, még én sem hallottam. Folyton bele akar lefetyelni, de aranyos. Kis cuki. Jaj, egyen meg. Nekünk az olaj volt ilyen egy időben. Hogy nem lehetett az olajat előhagyni, meg eldugni sem. Mert Hime megtalálta, és minden áron bele akart lefetyelni. Ó, Hime, ha a só belemegy a szemedbe, kellemetlen élmény lesz. Idd el nekem. Ó, de majd most a bors fog belemenni a szemedbe. Az mekkora nagy para lesz, kis cicám. El nem hiszed.
drága édes jószágom, ha lábamon elépsz, rád fogok lépni. Héjas túlette a vörös hagymát. Elcsapta a pocakját, gondolom, és az kellett neki. Oh. Néha előtör a vega oldala, és akkor kukoricás pizzát teszik. Jaj, kis cuki. Ja, mondjuk a macskák azért néha szeretnek ilyen csak zöldséget enni. Tegnap is ugye láttunk egy fekete cicát, ami kint rágcsálta az oszlop mellett a füvet. Hát egyetemű, az vadon termőfű. Az sokkal jobb, mint ami bent terem az udvaron. Igen. Egyértelműen jobb volt. Cica nem. Tudod, hogy amikor ott van az ideje, akkor én adok neked, de ez most nem az. És amúgy is mennyi nem, mert belemegy a bors a szemedbe, te hülye. Nem érdekli, érted? Ha kifolyik a lelke a szemén keresztül, akkor se fogja érdekelni. Robert, amúgy mi a véleményed? Jó nehez neki, egyenlőre. Meg jó illatok jönnek. Jó illatok jönnek? Mhm. Uh-huh. Mi van, ezért szereti nagyon a főtt krumplit. De ha se krumplit is megeszi. Meg az ananászt. Meg az ananász, igen. Odáig van az ananászért. Ne kérdezzétek, hogy miért. Fogalmam sincs. Na! Íme. Így néz ő ki. És fogjuk és megágyazunk neki. És megtunkoljuk. Ízni. Ez kibaszott jó lesz. De el fog férni? Persze. Simán. No para. Jaj, de jó lesz. Hú, már alig várom, hogy kész legyen.
Igen, azt hiszem, még nekem is az első eset, hogy így látok egyébként csirkét tölteni, de biztos, hogy jó lesz. Mármint mi? Hát, hogy írta, hogy még nem látott így madarat, nem látott így tölteni madarat, de határozottan jól néz ki. Ó, igen. Ezt azért van, azért nem láthattad, mert ezt én most találtam ki. A Frankenbee az erről szól, tudod, hogy mindig kísérletezek valamin. Ma ez jutott eszembe. De biztos vagyok abban, hogy tudja, hogy így is meg lehet sütni a töltikét a húsban, hiszen a combban is meg lehet, csak így másabb lesz az állaga. De nem baj. Nem baj, mert kísérletezünk, erről szól a Frankenbee konyhája. Igen. Itt néha olyan ételekkel találkozhatsz, amik egészen egyediek. Aztán néha kiderül, hogy más már kitalálta. Jaj. Na, és amúgy mit maradt még, izé, cucc? Hát akkor azt bele... nem kéne belerakni, vagy az kevés? Nem tudom, mennyi maradt. Hát még egy csirke merre maradt. Na lehet, hogy bele kéne rakni fűzőzacskóba, aztán kifőzni. És akkor azt így mellé. Mellé meg lehet merni, úgy gondolom. Aha. Értem én, hogy mire gondolsz. Csak lemosom a borsot a kezedről, mert nem marja. Aha, van főzőzacskó, ja. Hát ilyen lezárható, és akkor nem... Kicsit vastagabb, nem olyan, mint a nylon zacskó. Ha még van egyáltalán. Na, hát nem tudom. Nem, nincs. Nincsen? Nincsen. Hát ez egy kicsit ilyen vastagabb műanyag zacskó, aminek a szabálya az így lezárható, és akkor abba így bele tudsz rakni dolgokat, belerakod a vízbe, és akkor a vízbe, és akkor így annyi. No problémo. Akkor pedig tudjátok, hogy mit csinálok vele? Rakok bele némi lisztet. Szívem, van itthon zsemle morzsa? Na, lennie kell, hátul. Ott az első. Hát, ajaj, ezt ő vág engem bába, érted? Jó, köszi! Van ilyen zsemle morzsa, meg az jó lesz. Van ilyen zsemle morzsa is. Jó lesz ez, csak bontsak ki fel a szórjon ide bele. Én szóval bontom ide, rögtön bontom. Nem úgy. Valóval. Tudom. Szóval
szarjál még. Hát komoly az, hogy lesz. 20 valamikor, 28 vagy 29-én. Még nem tiszta, hogy hányan leszünk, még nincsen szervezve semmi. Előbb tényleg azt kéne, hogy akkor megbeszélni, hogy mi hogyan, ki akar jönni. Rakjál még bele. Tehát kicsit többet is tettél volna. Hát nem mertem többet rakni, de... Mi a faszért nem mersz többet rakni? Jó, akkor... Köszönöm. Na és a töltike most változott fasírtel. Békönös fasírt. Békönös hagymás. Fasírt golyócska. Kenyérfasírt. Mm-hmm. És ez is ide bekerül. Valaki de otthon van a konyhában, ez igen. Nyilván. És akkor kész van a két kenyérfasírtunk is. Itt úgy kéne elhelyezni. Mit kerestél oda? Cica. Hogy jó legyen. Hát nyilván jó lenne tudni, hogy ki az, aki szeretne jönni, meg ki az, aki biztosra is el tud jönni. Lasli már biztos. Viszont Lasli miatt még nem mondhatjuk azt annak a helynek, ahova mi most az idén menni hát szeretnénk. Lasli, Tigra, meg Tigrának a párja, az biztos. Tigra, igen, Lasli, Tigra, meg Tigrának a párja, de ők már biztosra mondták? Ők biztosra mondták. Okay. Tehát akkor Lasli, Tigra, Tigrának a párja, Adrienka, Bertok Robi, remélem, hogy eljön. Zsizsit is hívtam meg, Patrikot. Atomos is jelezte igazából itt a bejegyzésnél. Hát de Atomos biztos eljönne? Rikson. Bálint remélem, hogy eljön. De ugye Bálintnak is ez most sok mindentől függ. Hogy akkor most mi és hogyan is lesz. Na. Most jön az a része, hogy hová raktad a nagy gyufát? Kidobtad? De hát azt, amivel begyújtottad az előtt. Itt van. De nem azt, amit használtál. Nem dobtam ki szerintem. Akkor hol tetted? Az nem az? Ez egy pici. Ez egy kicsike. Itt van. Amit beesett mögé? Köszönöm. Mivel kevés a gyufánk. És mivel Robert Lenkort. Mi van ez ügyben? Hát te öngyújtóhoz van, nem én. Hát nem tudom, hogy kicikizik a ablakban, ugye? Ott van négy gyújtóm az ablakban. És nyilván én rakom oda az összeset. Egyértelmű, mert ez a konyhai öngyújtó. És mi van?
Mi? Történt? Na semmi, csak konája írta, hogyha tudja előre az időpontot, akkor kér ki. Ezért bebecsukom meg a dolgot. Kér szabadságot. Aha. Hát figyelj, előszilveszterről beszélünk, tehát szilveszter előtt lesz. Nem, nagy a húzat, ami innen lentről jön. Bármi más nyitva van még? Nincs. Úristen, cseréljet akkor. Akkor muszáj leszek egyet mégis elhasználni. Meg most idén a szállást azt mindenki maga intézi. Tehát azért szeretnénk még lehetőleg ebben a hónapban. Igen, hogy ne az legyen, hogy milyen szállást intéztünk, vagy nem intéztünk, hanem hogy az legyen, hogy tényleg akkor elintézitek magatoknak a szállást. És akkor így tudtok kalkulálni, hogy eljöttök, nem jöttök. Annyi, hogy nyilván majd lehet, hogy tudok ajánlani pár szálláshelyet, ami esetleg közel van. A szórakozó helyhez, mert azért most az egyetem az elég messze lenne, tavaly is elég messze volt. Igen. Tehát, de az egyetem hogy biztos, hogy tud fogadni, csak akkor mindenkinek azt magának kell intéznie. Tehát ez egy kicsit összeesett, de nem részes. Hát annyira nem. Nem tragikus a helyzet. 3,6. De amúgy a lejtése miatt is lehet ezért. Például ennek a lejtése miatt is lehet az, hogy ez így alakul. Hát meg a íze is torzul egy kicsit a tárca, azt nem tudom, az így feltűnt, hogy a sütőben a rács, az is hajlik. Hát, igen, nem tökéletes. Nem baj, jó lesz ez. Most jön az a része, hogy kikutyuljuk a krémet. Robert! Igen? Majd kell nekem a kutyuló tudományod. És hát nem a kutyuló tudományod. Van nekünk még egy kis barack lakvárunk valahol? Nézd meg a csap alatt a... Ezért van, oda raktam be egyet. Ez akár még jó is lehet. Itt van. Mit csinálsz? Viszont kell nekem egy tálca. Tálca. Olyan. Egy emilyen tálca kell nekem. Ugye alapvetően úgy dolgozunk rajta, hogy jó legyen. Van? Jó, hogy mekkora pocakodjon. Tökéletes. Jézus, olyan rég főztem, majd nem csináltam valami orbitális balfasságot. Mesélj, mi volt az? Na, erre kíváncsi vagyok. Én is. Nem kárörvendésből, hanem azért, hogy okuljunk a példádból. Mindenki csinál hülyeséget nyilván, tehát B mondta, hogy múltkor kihagyta a sütőport a muffinból. Én sikeresen elbasztam a lazanya tésztát legutóbb, ami volt, meg odaégettem a besamel mártást egyszer. De azt ugye tudod, hogy itt most másfél év távlatában beszélsz. Tudom. Legutóbb mi volt, amit elrontottam? De nem is olyan szoktam olyat főzni, amit el kéne rontani. Mászott az étel. Csak nem. A másik dzsemből még van? Jó, igen, a gyümölcsleves. Valóban. Jaj, a gyümölcsleves, az borzasztó volt. Igen, azt én ettem meg. Adod itt nekem a zéket, azt itt van a jó lekvár. Ja, bocs már.
Emlékeztem, nem tudtam, hogy van még. Hát a rakott tésztát ugye végén sütött, én meg előbb megtettem a sütőszárnyon, majd beraktam a üvegényeit, aztán belül van, hogy pillanatokon belül szét fog robbanni, nem veszem ki azonnal. Mert mi történt? Azt írja a mókás, hogy a rakott tésztát ugye a végén sütöd. Én meg előmelegítettem a sütőt 180 fokra, majd beraktam az üveggyénait. Aztán bevillant, hogy pillanatokon belül szét fog robbanni, ha nem veszem ki azonnal. Nálunk ezzel nincsen probléma. Nálunk olyan a sütő, hogy ezt nem tudod úgy előmelegíteni, hogy bármi szétrobbanja hát benne. Sőt, főző műsorok időtartalma, és azért nő meg számosan, nyomottevően, mert a sütő olyan jó. Tényleg eszembe jutott, mit basztam el múltkor. A sült krumplit. Ajaj, de hát az Bálint hibája. Nagyon túl lesz sülve. Igen. Az azért volt, mert Bálintra koncentráltál, és jó házigazda akartál lenni, aztán... Szenvedj! Igen. Ó, bazd meg! Lengés csillapítás. Jézusom, hogy lehet ennyire kegyetlen? Fárasztó favicek rajongói klubba jutotta. Érted? Régi, de örök. Édesdrága Istenem. Arra a döntést jutottam, hogy ha Robertet akkor ismertem volna meg, amikor ezt a fárasztó favicet kitalálta, valószínűleg soha az életben nem akartam volna hozzámenni feleségre. Nem röhög? Ez így van. Megkentük, ugye látszik a piskótán alapból, hogy ott vannak benne a narancs darabkák. Nagyon jó lesz. Narancsos, citromos, baraszkos, pezsgőkrémes, ez már jó hangzik. Ugye itt van maga a még langyos pudingunk. A még langyos pudingunk az itt van. A pezsgős puding. Egészségetekre. Úristen. Ha valaki pezsgőkrémes süteményt akar csinálni, ezt az aranyküvét ezt ajánlani tudom, mert rettenetesen jó. Rettenetesen jó. Kegyetlen. Kegyetlen jó. Kezdetnek a felét belerakjuk. Igen. Igen, még régen én voltam a klippes srác. Amúgy ez így volt. Amúgy ez érdekes, mert úgy találtam rá Bének a csatornájára, hogy a VR fórumba írta be valamelyik... nem, nyitottál egy témát talán, és akkor valaki hozzászólt így hónapokkal később, és akkor írtad, hogy hát köszi a segítséget, de már izé 3 hónapja. Jajja. Wow. Köszi a segítséget, de már 3 hónapja streamelek. Hát mondom, megnézem már ki ez a csaj. És akkor éppen kodozott. Szia Adriánka! Pezsgőkrémes süteményt fogok készíteni, amit majd erre fogok rákenni. Ez egy piskóta alap, ami egy kicsit megadta magát. De a Frankenbinek ez a lényege. Magában a tésztában van kandírozott narancs, meg citromhéj, tehát nagyon jó, friss lesz maga az érzés, és a pezsgőkrém az most készül. Minden mellett még egy ilyen hamis tepsis krumplit készítek töltikével töltött csirkemállal. Ja. Egyelőre ennyi készül itt. Tessék, visszaadom. Meg kell. Ja, jó.
Aztán, ha felkapcsolom a villanyt, akkor... Egészség. Nem veszem már Robert nyalogatja tovább. Jól teszi. Azért adtam oda neki. Nyalogassa. Na. Ezt itt az előbb úgyis rendbe tettük. Én ilyenkor háttérben vagyok, segítkezek, nem kirekesztve vagyok, hanem... Nem kirekesztve vagyok. Ilyenkor szándékosan nem vagyok bevonódva egyébként a dologba, hagyom, hogy kiteljesedjen. Így van, tehát én vagyok kettőnk közül az, aki főz. Én csak támogatom őt, megpróbálok nem lábalat lenni, meg nem elbaszni dolgokat, de ez így... Amikor kell a segítség, akkor azt úgy is mondom. Így van. De az eleje szokott viccesebb lenni, most már nagyjából célegyenesben vagyunk. Oké. Még ne kapcsolod vissza. Na. Hoppá. Robert! Mondd meg, hogy elég édes-e. Elég édes. Jó lesz? Jó, nagyon jó lesz. Nem kell bele semmit már tenni? Semmi nem kell bele. Perfecto. Na. Perfecto maximum. Íme, így néz ki a krém. Ó, de finom. Így néz ki a krém, ami itt tökéletesen jó. Most már csak dermedni kell hagyni. Egy kicsit. Eddig így nézünk ki. Viszont... Szia, Hácsi! Hát szia, ezer éve nem láttalak. Mesélj, még itt vagy Miskolcon, vagy már fent vagy Pesten?
Szia Ricsi, hello, hello! Szombat óta Pesten vagy, na, nagyon örülök neki, Hacsi. Sok sikert! Erre iszunk! Gyerekek, ha ilyen krémre adjátok a fejeteket, ezt vegyétek. Aranyküvé édes. Roppant jó dolog. Roppant jó dolog. Roppant módon nem tudom, hogy hogy fogom ezt elfogyasztani. De kupakja már nincs, úgyhogy muszáj lesz. Nem baj, majd este megiszogatjuk. Anime nézés közben. Így van. Viszont az a helyzet, hogy én most tartanék egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon minimális taktikai szünetet. Rendben. Akkor egy kis taktikai szünet. Köszönöm szépen. De csak azért, mert már bepipikélek.
Megjöttem. Megjöttem. Szóval. Micsoda belejtő. Álláskeresésben vagyok. Holnap megyek állásinterjúra. Na, ennek nagyon örülök. Sok sikert. Tényleg sok sikert kívánok. Remélem, hogy jobban bejön az élet majd, mint itt. Meg hogy valami jót fogsz találni. Mókás, elárulom, hogy egyébként amikor tejszínes gombás csirkét csinálok, az se ez a előkészített alappal csinálom, hanem megveszem hozzá a tejszínt külön. Agyarul a gomba az, ami konzervgomba. De nem fogok füldöcskézni streamben, tehát én ezt... Nem, ez két emberes munka. Én pedig azt nem bírnám csinálni, amit Robert csinál, mert ehhez ő ilyet, én meg nem. Jaj, konaja. Jaj, konaja. Konaja, én téged meghívlak a borzasztó favicek Facebook csoportba, jó? Látom, hogy... Jó lesz, élvezni fogod, szeretni fogod, jó lesz. Nagyon jó lesz. Na, most addig hűl a krémünk, ami nagyon jó, sül a kaja, ami még jobb. Közben itt elkezdem ezt elolvasni, mert én ilyennel még nem dolgoztam. Az a lényeg, hogy melegítsd fel. Én is így gondoltam, hogy tasakban kell felmelegíteni, vízfürdőben, 75 fokon 8 percig. Jó van, legyen 75 fok 8 perc. Legyen. Majd lősz tájnát hozzá. Majd a szalon tudod, hogy 75 fok. Fassuk. Nem tudom. Nem tudom. Egyezünk ki a 10 percben, jó? Jó. Hát de várjál, 100 fokon forra víz, nem? Hát akkor az a lényeg, hogy szerintem gyöngyöző vízben. Jó. Legyen úgy. Akkor megvárjuk, amíg gyöngyözik. Így van. Igen, ízletes egy vicc volt, az tény és való. Jajaja. Ugye ilyenkor egy kis barackdzsemmel azért kenem meg, hogy ne tudja a piskóta annyira magába szívni a krémet, amivel megkenem. Nem kell nagyon vastagon megkenni, persze ízlések és pofonok. Én nem szoktam vastagon megkenni, tényleg csak annyira, hogy lehetőleg ne tudja magába szívni a krémet. Kiszakadt a poénzsák, de jót. Vagy de jó volt. Jajaja. Így van. Úgyhogy Adriánka, ha elfáradnál a munkában, akkor gyere, van egy kis aranyküvém. És gyárthatunk összes küvés elméleteket. Szerintem rakjál rá egy felül gyorsabban fel fog forni. Nem kell gyorsan felfornia, mert a krémnek dermednie kell. Ja, jó. És addig tudunk beszélgetni, meg iszogatni, meg letörölni azt, amit itt összekentem az előbb a krémmel. Vinni. Így van. Meg Adriánka, kaphatsz tőlem süteményt is, ha már itt vagy. Ha már itt leszel. Jó lesz. Na, visszatértem a taktikai szünetről én is. Helyes, Hacsi. Akkor lemaradtál arról, hogy kívántam neked sok sikert, és remélem, hogy jobban össze fog jönni az élet ott Pesten, mint itt Miskolcon. Már nem tudom, én azt már sokszor beszélgettük, hogy ugye mikor annó szóba került az Roberta, hogy legyen kettőnk között valami,
akkor ugye átgondoltuk a dolgokat, hogy neki fent Pesten volt munkája, én munkanélküli voltam itthon. Vagyis hát volt egy munkám, amit nem szerettem, és amúgy is. És amúgy is munkanélkülivé váltam, mert onnan leszámoltam. És volt szó arról, hogy én felmenni Pestre, de én nem szívesen mentem volna fel, mert én nem érzem otthon magam Pesten. Tehát ahogy öregszik az ember, más az, amire vágyik. Én amikor fiatalabb voltam, én rengeteget utaztam, ugye rengeteget éltem külföldön, rengetegszer megbántam azt, hogy hazajöttem külföldről, viszont maga Pest az nekem nem feküdne. Én akárhol jobban elboldogulok, mint Pesten. Akkor indítok egy tájnál. Jó. Ha már így beleraktad. Há, bocsánat. Ha már egy szó nélkül beraktad, akkor már... Igen, ha már így szó nélkül betettem. Ú, de jó lesz. Neked is Budapest 7-8 év után? Azt elhiszem. Nekem egy idő után sok volt, például tegnap volt nagyon durva, este, éjfél környékén kihajoltunk az ablakon, és csak kutyahúgatást meg a trafóházat lehetett hallani. A trafóházat, azt, hogy fújja a szél a fákat, a kutyahúgatás, és az, hogy így nagyjából így 3-4 percenként elment egy darab autó. És így tök jó pofa volt. Igen. És így például Pesten még a viszonylagos külterületeken, tehát 19. kerület, 14. kerület, ott se volt. Sose nyugodott. Budapest külön életforma. Egyébként még Miskolcon voltam, egy álláshirdetésről sem hívtak vissza. Itt most vagyok szombat óta, és már voltam interjún, és holnap is megyek, és sokkal több állás lehetőség van. Nem tudom, fogalmam sincs. Tényleg, fogalmam sincs. Igazából Pesten, ami általában gondot szokott okozni az embereknek, az a lakhatás. Igen. Én azt vettem észre, hogy itt nem sok helyre jelentkeztem, de szinte kivétel nélkül mindenhonnan visszahívtak. Pesten meg kb. Nem tudom, hogy 30 helyre adtam be, és csak 3-ról hívtak vissza, hogy jó lenne, hogyha mennék. Aztán persze mondjuk egy fél évvel később hívogattak, hogy jó, hát aktuálisan még az álláskeresés, de nyilván persze fél éven keresztül szeretnék munkanélkül lenni. Teljesen egyértelmű. Hát igen. Hát azt nem tudom, hogy ezt hogy gondolják egyes munkáltatók, hogy jaj, hát fél éve tartta az önéletrajzát, akkor valószínű, hogy van annyi megtakarítása, hogy szeretne, vagy együtt kibírja a fél éven keresztül. De hogyha vannak ilyenek, hogy 19. ker, meg 16, meg 6-7-8 ker, meg ilyesmi, van első kerület is? Hogyne lenne. És az hol van? Az a Budai Vár. Ó. Oh. Értem. Az első kerület. A Budai Vár az első kerület. Szia, Mr. Taylor! Hello, hello! Hős utca, Besteó. Ennyi. Hát igen, 5 év azért az már kritikus pont. Ott már érdemes. Már érdemes elgondolkodni. Mint? A váltáson. Azt szokták javasolni, hogy 3-4-5 évente érdemes munkát váltani, mert igen. Kiégés. Nem túl jó. Ha már ilyet érzel, akkor az nem jó. Nekem az előző munkájánál az volt a kritikus, hogy nem igazán éreztem, hogy el is fejlődni. Most is elment onnan egy volt munkatársam. Majdnem, hát, ilyen másfél évvel később ment el, mint ahogy én.
eljöttem attól a cégtől, és ő mondta, hogy neki annyira furcsa most az új munkahely, hogy egy csomó dolgot látja, hogy lehet másképpen, lehet jobban is csinálni, mint ahogy dolgot csináltuk. Hát mondom, igen. Ez így van. Mindig lehet valamit jobban csinálni. Például ez a sütemény is jobb lett volna, hogyha most nem úgy gondolja a sütő, hogy merevedési zavarai vannak. De nem baj, jó lesz. Meg fogjuk enni. Meg fogjuk enni. Így igaz, meg fogjuk enni. Süt is a sebészkárba. Így igaz. Ez így igaz. Megnézem közben a krémet. A rémet. Szerintem kelhető állapotba került a krém. Nagyon jól néz ki. Ugye? Hát ez nagyon betalált Korea. Micsoda? Ez az összeesküvés elmélet. Megosztotta a csoportba, fárasztófa viccek csoportban. Igen? Igen. Nem fogom mókás, nem fogom a Neo2-t játszani. Miért? Nem hiszem, hogy már lesz rá időm. Ugye november 10 vagy 11-éig van talán. Nagyon más az a játék. November 10. Nem tudom, hogy... Az a lényeg, hogy az elsővel kéne játszani. Tehát az alapmechanikákat nem tudok a játékról. Tehát így tényleg olyan bele... Tátusszájjal a faszerdőbe ugrottam bele. Tehát nem hiszem, hogy ennek úgy sok értelme lenne streamelni. Tehát nem hiszem, hogy egy élvezetes stream volt azt nézni, hogy én ott a hídnál el vagyok akarva. Biztos ideig óráig jó volt, de nem, nincs progress, ez így nem annyira. Nem, ez szánalmas, mit csináltam. Tehát ez... Úgyhogy nem. Úgyhogy majd az egyet úgyis behúzok a PS Plus-szal, és akkor ezt elkezdem majd szépen streamelni. Ja igen, akkor meg arról nem is beszélve, hogy szerintem a minőség sem volt valami túl jó. Tehát remote play, sajnos a gyors mozgású játékoknál kicsit a bitrát, tehát ezt előszeretettel lejjebb veszi. Ja, a alapítótak budget én is kaptam, mert meghívtalak téged. Na, ez 10, mi a véleményed? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. És valóban? Akkor ezt itt elzárom, és ez itt így marad. Amíg az összes krémet elmentettem. Meg állítólag egyébként a Neo 2 elején kijöttem egy csomó tutoriát. Amon mondta, hogy ott a fegyverválasztás után még van még egy pár dolog, amit így megtudsz a játékról.
Még nyilván ez is olyan lesz, mint a Dark Souls, hogy utána kell nézni, videókat, gameplayeket kell nézni majd róla, de szerintem az egyen fogom majd kezdeni, és akkor majd haladunk szépen tovább. Aztán majd, még nem tudom, majd meglátom, hogy mit fogsz streamálni. A Sekiro NG Plus-t is el kéne már kezdeni, már annyira... Bassza a fantáziádat? Bassza a fantáziádat? Annyira bassza a fantáziámat, igen. Köszönjük szépen Hacsinak a szubot, a Twitch szubot. Wow, köszönöm szépen, Hacsi. Hoppá. Játunk a mélyesség. Játunk szerintem. Robert! Igen? Tessék, lehet nyalakodnod. Ó, oh, ja, yeah. Ez az. Letörölgettem róla a vizet, hogy ne csöpögtessük össze a sütit. És akkor most ugrik a majom a vízbe. Nem, ez a Tesco-s. Kérdez szépen. Még én vettem. Nem tudom kinek a felajánlásából. Izének. Jack vagy... Izének volt a felajánlása. Na hát, nem olvadtál. Mi volt az? Hogy hívták őt? Nem tudom. Izének. Mindig olyan nehezen jut eszembe a neve. Igen, mert nehéz neve volt. Nem volt nehéz neve. De nehéz neve volt. Hát tudom, hogy pirossal volt. Nem tudok. Nem skinhead volt valami. Redneck Jack. Redneck Jack, azaz, azaz. Így van, Redneck Jacket is nagyon régen láttam már. Amúgy, ha már itt tartunk. Ez most olyan jó lenne neki mutatni, hogy látod, ez azért volt lehetséges ilyen szépen becoverolni csokoládéval, mert te. Írni. És kész van! És csodálatos! Jó, igen. Örvendezék vala. Azt meg jó is. Jó van, ezt nem láttátok. Na, így né. Látjátok, gyermekem, így kell ezt. Összekenni mindent is. Mindennel. Így néz ki. Szerintem fantasztikus. Nagyon jó néz ki. Nagyon jó.
Na, akkor... Hát a kaját, vagy hát az időt és a húst ezt nem várjuk meg. A húst ezt nem fogjuk, ezt nem szoktuk megvárni. Mert az még egy kis időben még beletelik. Hát igazából nem annyira nagyon nice, de majd nice lesz, majd most bemegy a hűtőbe pihenni a drága, és akkor utána igazából rohadt nice lesz. Tényleg nagyon nice lesz. Ezt lehet, hogy egy kicsit át kéne törölnöm egy kis kendővel. Nem tudom, nekem is ez fordult meg a fejemben, mi? Hogy lehet, hogy biztos, hogy valami, hogy félbe lehet vágni. Mit? A piskótát, és akkor a piskóta közé rakod a krémet, és akkor a felső piskótát kened meg ugye csokoládéjú. Az úgy nem menő. Az úgy nem? Nem. Hallod, hogy mókás az úgy nem. Az úgy nem menő. Én az úgy szar. Nem szar, csak nem menő. Senki nem mondta, hogy szar. Hú, doktor, hát ezzel a tanáccsal már picit elkéstél. Melyik tanácsa? Ha keversz egy kis kanál étolajat a csoki öntetbe, akkor sokkal fényesebben csillog. Figyelj, ez alapból ilyen kész cucc. Lehet, hogy raktak bele olajat. Amúgy biztos, hogy volt benne olaj. Ez ilyen felmelegíted és kész. Mondom, életemben először használtam ilyet. Na. Remélem tiszta csokoládé vagyok mindenütt is. Nagyon szépen köszönöm, hogy a mai napon velünk tartottatok. Igazából még fél öt lesz. Nem tudom, hogy mennyi streameltünk ma. Mennyi streameltünk? Streameltünk. Két óra 50 percet. Két óra 50 percet? Hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hacsi, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Remélem, hogy tudtam valami olyat mutatni, amitől nem úgy érzitek, hogy úristen, mi a fenét csinál ez a hülye nő, hanem amitől egy kicsit úgy érzitek, hogy fú, bazd meg, megnyugodtam, akkor én is tudok főzni. És akkor holnap már visszamegyek munkába, de már nem fertőzök állítólag, úgyhogy jó lesz. Holnap zárós leszek, ami azt jelenti, hogy sajnos nem lesz stream. Utána pedig 10:30, 10:30, ami szintén azt jelenti, hogy az a két nap kiesik, tehát ez a három nap mínusz lesz. Viszont szombaton mindenféleképpen fogunk streamelni, és majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy vagy egy beszélgetős live lesz, vagy pedig Len Tomb Raider. Mert most az időjárást figyelembe véve nincsen kedvem a nagyon lehangoló Sinking Cityhez. Jó volt ez a kis színes a napomba? Jaj, de örülök! Figyelj, Mókás, megnézettem. Igazából nem. Rám néztek és megmondták így körültekintően nagyjából, hogy mi lehet a probléma. Adtak egy csomó gyógyszert, hogy majd ha hát, ha ez, akkor ez lefedi, ha hát, ha az, akkor majd az lefedi. Így jártam. Nyilván amúgy ennek is lehetne egy külön beszélgetős műsort szentelni, hogy mekkora igazából a munka erőhiány. Mert szerintem az nem normális egy házi orvosi rendelése, hogy bemész, és tök mindegy, hogy mikor mész, minden esetben másfél órát ott ülsz. Mert egyszerűen nincsen kapacitás arra, hogy ennyi embert ellásson az egészségügy. És ez nem csak az egészségügyben nyilvánul meg, ez rengeteg más helyen is jelen van. Ez ugyanúgy a mi cégünknél is jelen van, ahol dolgozok, csak ugye nálunk abban nyilvánul meg, hogy ugye mi értékesítők hamarabb elveszítjük a türelmünket, agresszívabbak vagyunk, fáradtabbak vagyunk, nem bírunk úgy koncentrálni, mint ahogy kéne, mert fáradtak vagyunk.
Na már most én elképzelni se tudom, hogy a többiek mennyire lehetnek most fáradtak, hogy én is kiestem, meg még egy munkatársam kiesett most az idei influenza miatt. Tomb Raider. Az lesz. Az lesz. Szombaton vagy Tomb Raider lesz, vagy pedig Just Chatting, de akkor még azt kitaláljuk, mert az egy special edition lenne. Az lesz a címe, hogy szerelem. Áj, beszél. Úgyhogy igen, azt majd még kitaláljuk. Tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Remélem egyszer majd személyesen is meg tudjátok kóstolni a pezsgőkrémes sütimet. Addig is legyetek jók. Mára kijelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! We'll be right back.